sarkáról oda kerül Vincéhez a labda, és ezt már nem hibázza el. Nem is szabad, hogy elhibázza Vince. Ez nagy öröm. 1-0-ra vezetünk. A szövetségi kapitány is csak a fejét tudja fogni. A színbíró, mert ellökték, azt mondja. 22-23. Perc. Na nézzük, hogy tényleg ellökték-e. Hát hozzáért pedig a labdához Márton, az biztos, hogy előbb a labdát érte el. Ez úgy érzem bírói tévedés. Nézzük meg még egyszer. Úgy bizony. 22-23. Perc már. 11-es a dánok javára. És Mihály Laudrup teszi le a labdát. Benne volt egyébként az egész védelem. Na nézzük. Három lépésre a labdától Mihály Laudrup. 1-1. Sok esélye nem volt szegény végnek. A 23. percben egyenlítenek. Ezzel a 11-essel a dánok. Vég a másik irányba, és alulra várta a lövést. 1-1 tehát. A középkezdés után Vésző már a labdával, Sándor Tamás. A Bröndby értelemszerűen a legjobb dán csapat, a profi csapat, a nagy csapat, Wilfort a magyar térfél közepén. Wilfort még mindig jó szóló. Kapufa, a kipattanót pedig berúgják. Laudrup, mégpedig Mihály Laudrup. Az első fél idő utolsó percében gólt kapunk. Wilfortot képtelenek vagyunk megállítani. Itt van a 16-os vonalánál, még viszi tovább. Itt szerencsénk van a kipattanónál, ott viszont egészen biztos, hogy löködben pingel. Az már más kérdés, hogy Mihály Laudrup berúgja a helyzetet. Észőt lökték el egyébként. A lényegen nem változtat. Laudrup góljával, Laudrup második góljával, 2-1 Dánia javára. Az első fél idő utolsó percében. Elvég. Hibáznak ám azért ők is. Klaus kapja bedobás után a labdát, de ő is, nem mint Klaus. Wilfort indulhat. Brian Laudrup, ügyes cselek, Brian Laudrup, egy sarkazás, ennyi, 3-1, most állt be pauzen és volt szerez. Ez egy nagyon nagy szóló, nem tudja megakadályozni egy magyar sem Brian Laudrup szólóját, aki sarokkal teszi vissza. És jön pauzen, és megszerzi a harmadik dán gólt. Nem mert már hozzáérni a 16-oson belül senki. Három egy tehát, negyed óra telt el a második fél időből, szép akció volt egyébként.